Szeretettel köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismeret és párkapcsolati tréner, pedagógus, író, költő. Önismereti tréningeket vezetek mesei életképek feldolgozásával, nem csak nőknek. Ezt a videót azért készítettem, hogy egy kicsit jobban megismerhessetek, és szeretnék benne bemutatkozni. 1987-ben, 33 évvel ezelőtt végeztem el Debrecenben a tanítóképző főiskolán a tanítókönyvtár szakot, és azóta pedagógusként dolgozok. Közel 100 gyereket tanítottam meg írni és olvasni, és megszeretne a magyar kultúrát, a magyar nyelvet. Ezalatt a 33 év alatt nagyon sok emberrel találkoztam a pedagógusi pályafutásom alatt, nagyon sok családi életbe és egyéni sorsba bepillantást nyertem, és közben a magam házatáján is voltak bőven feladataim. Túl vagyok az 5. X-en, és a 6. között járok. Van 2 lányom és 1 fiam, és egy nagyszerű férjem, akivel 27 éve vívjuk az életnek a csatáját, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen. A lányaim mind a ketten pszichológusok, a fiam pedig itthon él velünk, ő agysorvadással született, és teljes ellátásra, gondozásra szorul. Ő egy csodaszép nagyfiú, aki végtelen türelmével és szeretetével a mennyország békességét hozta el közénk. Nagyon hálás vagyok a gyermekeimért, és azért, hogy mellettük tanulhatom meg, hogy hogy lehetek én elég jó szülő, hogy válhatok elég jó szülővé. Nem mondom, hogy eddig életem során nagyon unatkoztam volna. Volt benne sok szép, volt benne nehéz is, volt benne fájdalmas is. És körülbelül 6 éve derült ki, hogy parkinsonos vagyok. Ez a betegség merőben átszabta a mindennapjaimat, és arra ösztönzött, hogy kezdjek el foglalkozni az emberi lélek működésével, és keressem meg azokat az okokat, amelyek a betegségemhez vezettek. Mint pedagógus rendelkeztem némi pszichológiai tudással, de úgy gondoltam, hogy ez kevés. Másfél évet tanultam a gyógypedagógiai főiskolán is, ahol a sérültekkel való foglalkozást próbáltam elsajátítani, illetve a hozzájuk való viszonyulást. A tanultakat azóta is a saját tapasztalatommal kibővítve használom a fiamnak a gondozásában, ápolásában, és eközben rengeteg orvossal, gyógypedagógussal, gyógytornásszal találkoztam, és volt szerencsém beszélgetni, és tőlük is volt alkalmam tanulni rengeteget. Hogy feltegyem az ire a pontot, elvégeztem egy önismereti és párkapcsolati tréner tanfolyamot, és azóta nem csak pedagógus vagyok, hanem okleveles önismereti és párkapcsolati tréner is. A célom az, hogy minél több nőnek és férfinak és fiatalnak mutassam meg, hogy a mesék, a mesei életképek mennyire pontosan a valós életről szólnak, és hogy általuk megoldást és gyógyírt találunk az élet problémáira. Mindig is szerettem olvasni, és már gyerekként végigolvastam az iskolának a könyvtárában lévő könyveit. Aztán a főiskolán könyvtárszakot végeztem, ahol szintén hatalmas könyvtárában fordultam meg, és ez a könyvszeretet, olvasás szeretet, ez megmaradt egész életem során, a mai napig. Itt az otthonomban körülbelül 2000 darab könyvünk volt, mert ennek a felét már elosztogattuk másoknak, hogy olyanok is olvashassanak, akik esetleg nem tudnak hozzájutni a könyvekhez. A könyveket nem csak olvasni szeretem, hanem írni is. 5 verses kötetem jelent meg, és 4 kötetben 6 regényem. Életem problémáiról, örömeiről, fájdalmairól írok ezekben a könyvekben, versekben, regényekben. Írásaimat a Holnap magazin internetes felületén is lehet olvasni, és a blogomon is, az önismeret.webnode.hu weboldalon. Az önismeret arra sarkal, hogy olyan tudást osszak meg a rászorulókkal, ami eddig még nem nagyon terjedt el a nagy közönség előtt, bár vannak, akik igaz szívvel, nagy örömmel és mérhetetlen nagy tudással gyakorolják, és ez pedig a mesetréning. A mesetréning a mesei életképek boncolgatásával lehetőséget ad arra,
hogy megértsük az életünkben felmerülő miérteket, rálássunk a történéseinknek az okára, és arra, hogy hogy lehetünk tudatosak, olyanok, akik az élet apró jeleiből, az élethelyzetekből, a kimondott vagy kimondatlan szavakból megértik, hogy mi történik velük, hogy kik akarják befolyásolni az életét, és hogyan, és hogy hogyan válhatunk olyan emberré, aki nem megfosztva érzi magát az élet lehetőségeitől, hanem kiteljesedhet abban. Vajon te gondoltál-e már arra, hogy a te életed mennyire befolyásolja másoknak az életét? Te és minden ember egy nagy közösségnek a tagja, és egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a közösségben te hogy érzed magad. Ugyanis hatással vagy a családodra, a rokonságodra, a barátaidra, a munkatársakra, és olyan emberekre, akiket nem ismersz. És vajon önmagadat ismered-e? Mert én sokszor úgy gondolom, hogy mint ismeretlenek állunk önmagunk előtt. Te ismered-e magad? Tudod-e, hogy milyen elvek szerint élsz? Tudod-e, hogy milyen hatással vagy másokra, és milyen hatással vannak mások rád? Tudod-e, hogy miért alakult úgy az életed, ahogy alakult? Felfedezted-e már, hogy a családi élethelyzetek a te életedben is megismétlődnek? Gondolkoztál-e már azon, hogy a dolgok miért nem sikerülnek, és miért esel ugyanabba a hibába? Szeretnéd-e úgy élni az életedet, hogy azt te irányítsd, és nem mások? Azt hiszem, hogy ezekre a kérdésekre mindenki önmaga megválaszolja a maga kis válaszát, és az utolsó kérdésre, hogy szeretnél-e életed királya lenni, hogy magad irányítsd az életedet, mindenki igennel válaszol. Ennek ellenére gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amelynek a megoldása nehézséget okoz a számunkra. Ilyenkor igen hasznos, hogy több szempontból körüljárjuk azt a problémát, amivel nem boldogulunk. Én úgy gondolom, hogy az én feladatom az, hogy a mesei életképek segítségével segítsek nektek felismerni és pontosítani a problémáitokat, és közös együtt gondolkozással megoldási stratégiákat keressünk, találjunk és alkalmazzunk azokra. A közös munka során, ha te bízol bennem, és együtt tudunk dolgozni, akkor feltárjuk az elakadásaidnak az okát, az érzéseidet, a gondolataidat, az élményeidet, a családi hátteret, és mindeközben mindig te állsz a figyelemnek a középpontjában. Én biztosítalak arról, hogy minden az, amit te leírsz nekem, vagy elmondasz, az titoktartási kötelezettség alá esik, és mindaz, ami a közös munkánk, közös beszélgetésünk, együttműködésünk során elhangzik, vagy leírásra kerül, az külső emberekhez nem fog eljutni. Ezért ez a védett tér alkalmas lesz arra, hogy nyugodtan megfogalmazhasd nyugtalanító gondolataidat és az elnyomott érzéseidet. A velem való közös munka során megértheted, hogy mi tartja fent az elakadásaidat, és hogy milyen hatással van életed számos területére és kapcsolataidra ez a sok-sok elakadás. Abban is tudok neked segíteni, hogy megismerd a tágabb családod működési rendszerét, hogy átlásd a gyerekkorból hozott sémáidat, hiedelem és szokásrendszereidet, feltárd a legfontosabb problémáidnak az okát, megtaláld önmagadban a legjobb megoldási stratégiákat, megtanuld önállóan értelmezni a történéseket, és hogy tudatos gondolkozást sajátíts el. Mi az, amivel foglalkozok tulajdonképpen? Hát a mesei életképek videó készítésével, mesei életképeknek az értelmezésével, az életre való kivetítésével, aztán foglalkozok azzal is, hogy segítsek neked egy családfát elkészíteni, amiből láthatod majd, hogy
milyen dinamikák uralkodnak a te családodban. Ezt megpróbáljuk értelmezni, elemezni. Aztán ezt a családfa elemzést kibővítjük egy farajz elemzéssel, egy általad készített farajznak az elemzésével, amiből szintén nagyon sok mindent meg lehet érteni a önmagaddal, családoddal kapcsolatban. Lehetőséged van arra, hogy hallgasd ezeket a mesei életkép videókat, és lehetőséged van arra is, hogy írásbeli önismereti anyagot kérj tőlem PDF formátumban. Ezek különféle témakörben vannak megírva, önismereti, család, szülők és nevelés témakörben, valamint párkapcsolati témakörben. Ezek a PDF anyagok azért nagyon jók, mert benne vannak a mesei életképek, mesei életképeknek az elemzése, a boncolgatása, a megnyitása, és rengeteg önismereti anyag van hozzá kapcsolva, és hogyha te ezt szívesen olvasnád, vagy az önismereti videóim után még te írásban is szeretnéd ezt látni, vagy többször szeretnéd elővenni, akkor erre is lehetőséged van, hogy ne csak a videókat lásd és hallgasd, hanem PDF formátumban el tudom neked küldeni a videókban elemzett mesei életképeknek az írott anyagát. Abban is tudok neked segíteni, hogy megnézzük azt, hogy milyen sémák szerint működsz. Ehhez is megfelelő PDF anyagot tudok neked küldeni, ahol te magad kideríthetett, hogy abból a sok sémából, ami működteti az emberi lelket, abból mi jellemző te rád, annak milyen hátrányai vannak, és ezeket, hogy lehet ezeket a negatív gondolatokat, ezeket a nagokat átírni pozitív gondolatokká. Aztán azt is meg tudom neked mutatni, hogy milyen nőtípusba tartozol, mi az, ami eredendően jellemző rád, és hogy milyen élethelyzetekben, milyen nőtípus viselkedést, gondolkozást, érzésvilágot veszel magadra, hogy mikor melyiket alkalmazod, mi az, ami esetleg nagyon dominál nálad, és hogy ez a dominancia mennyibe hátráltatja a te lelki működésedet, a lelki fejlődésedet. Az online tréningjeimben lehetőség van arra, hogy messengeren keresztül beszélgessünk. Ez úgy működne, hogy messengeren keresztül, videón természetesen írunk egymásnak, vagy pedig beszélgethetünk is, és akkor ott szintén keresünk mesei életképet, ami a te élethelyzetednek megfelelő, és akkor ezt elemezve, kibővítve a család fakészítéssel, a farajz elemzéssel, megbeszéljük azt, hogy mik az elakadásaidnak az oka, és milyen megoldási módokat tudsz felhasználni. Ezeknek az online tréningeknek nagy előnye, hogy otthon te megvalósíthatod, illetve bárhová mész egy okostelefonnal, egy táblagéppel, vagy egy laptoppal kapcsolatba tudsz velem kerülni. A PDF anyagok, azokat a te e-mail címedre küldöm, ha kéred, és nem kell hozzá semmilyen megnyitó program, ahogy rá klikkelsz, rá kattintol, az anyag olvashatóvá válik. Annyiszor olvasod, ahányszor akarod, kinyomtathatod magadnak, jegyzetelhetsz bele, aláhúzhatod, kibővítheted, tehát saját igényeidnek megfelelően a saját tempódban haladhatsz az önismereti anyagokkal, és ha valami kérdésed van, akkor e-mailben nyugodtan lehet hozzám fordulni, azokat megbeszéljük, átbeszéljük, ha szükséges, akkor még plusz önismereti anyagot küldök hozzá, és ez alapján önmagad fejlesztetted önmagadat. Ugye ebben a mai világban ez borzasztó nagy előny, hogy nem kell napokat, heteket tanfolyamokon, tréningeken megjelenni, utazni, jönni, menni, családot ott hagyni. Ezt te otthon a saját otthonodban megteheted, autodidakta módon, önfejlesztő módon,
akkor, amikor te a legjobban ráérsz, amikor neked a legjobban megfelel, akkor tudod ezeket a videókat megnézni, meghallgatni, a PDF formátumban küldött önismereti anyagot olvasni, böngészni, és amikor úgy gondolod, hogy szeretnél velem személyesen beszélni, akkor ezt videócseten, tehát messengeren megtehetjük, illetve e-mailben írhatsz nekem, és e-mailen keresztül is válaszolok a kérdéseidre. Körülbelül ennyit gondoltam, hogy elmondok magamról és arról, amit csinálok. Azt még szeretném elmondani, hogy nekem ez a mesei életkép elemzések, az, hogy el tudok mélyedni a mesékben, azt tapasztaltam meg, hogy nálam egy öngyógyító folyamatot indított be. Nem azt jelenti, hogy most én ebből a Parkinsonból meggyógyulok, vagy meg fogok gyógyulni, de azt megtapasztaltam, hogy amióta ezzel a mesetréninggel foglalkozok, azóta, hála Istennek, nem kellett infúziós kezelésen részt vennem, nem kellett a gyógyszeradagjaimat növelni, sokkal jobban érzem magamat, lelkileg is és fizikailag is, jobban tudom az érzésvilágomat, a gondolatvilágomat kezelni, kontrollálni, helyes mederben tartani, és azt is megtapasztaltam, hogy amikor elolvasok egy mesét, vagy elmondok egy mesét, vagy elemzek egy mesét, akkor érezhetővé válik az, hogy az a mesei világ, az a környezet, amiben belevisz a mese, az kikapcsolja a gondolataimból a testi rossz érzéseket, esetleg a fájdalmat, a nehéz mozgást, a remegést, és arra az időre úgy működök, mintha teljesen egészséges lennék. És minél többször gyakorlom ezt, minél többször foglalkozok ezekkel a mesei életképekkel, és alkalmazom az ott tanultakat az életembe, annál jobban látom, és annál többször látom azt, hogy jobban és jobban érzem magamat. Ezért is szeretném veletek ezt a tudást megosztani. Hozzáteszem, nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichiáter, pedagógus vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner vagyok, könyvtáros vagyok, de nem vagyok sem orvos, sem semmilyen más pszichológiai végzettségű szakember. Nem álmodomban, és nem is akarok senkinek orvosi és pszichológiai, pszichiátriai tanácsokat adni, sem gyógyszerjavaslatokat, tehát ilyenekkel abszolút nem foglalkozom. Az, amit én leírok, vagy elmondok a videóimban, vagy elküldök PDF anyagot, ezek kimondottan az irodalomterápiával, a könyvterápiával, a meseterápiával vannak kapcsolatban, és nem orvosi, nem pszichológiai, nem pszichiátriai gyógymódok, hanem ezek kimondottan arra valók, hogy önfejlesztő módon, önmagunkon elgondolkodva jussunk el életünk problémáinak a megoldására. Tehát a blogom sem, és itt ez a videócsatorna sem orvosi minőségű, nem pszichológiai, nem pszichiátriai minőségű, és nem is célom, hogy én ilyen követelményeknek megfeleljek, hanem pusztán a mese szeretettel, az irodalom szeretettel szeretném hozzátok közelebb vinni azt, hogy nem kell belepusztulni az életbe, nem kell belebetegedni a dolgokba, mert van arra lehetőség, hogy a lelkünket egy kicsit átszellőztessük, egy kicsit megpihentessük, hogy kikapcsoljuk a mindennapoknak a robot igájából, és egy kicsit szebb, egy kicsit jobb, egy kicsit könnyebb talajra vigyük át, ahol jól érezzük magunkat, ahol együtt izgulhatunk a meseszereplővel, megérthetjük a mondani valót, ahol felszabadulunk a feszültségekből, ahol esetleg kimondhatjuk azt, hogy mi bánt bennünket, miért bánt bennünket, és ezáltal gyógyulunk, gyógyítjuk a lelki folyamatainkat. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattál, hogy figyelmet szenteltél ennek a kis videónak. Kérlek, hogy hallgass meg a meseelemzési, mesei
életkép videóimat, már elég sokat feltettem, még ezután is fogok feltenni. A következő videóm az az szintén egy meseelemzés lesz majd, és ez a meseelemzésnek a legfontosabb témája, témaköre az öngyűlölet. Arról fog szólni, hogy mit jelent egy ember számára, ha öngyűlölettel él, mit jelent a családtagjai számára, és hogy hogyan lehet az öngyűlölettel élő embereket abból a sötét, rossz lelkivilágból visszahozni az életnek a valós talajára, arra, hogy ők szerethetők, és őnek is joga van arra, hogy szeressen másokat. Tehát még egyszer köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett a videóm, akkor kérlek, hogy lájkold, oszd meg. Ha mások számára is hasznosnak találod, akkor kérlek, juttasd el hozzájuk. Iratkozz fel, hogy tudjam elküldeni az új videóimnak a bemutatóját, illetve a hírét annak, hogy megtekinthesd, és szeretném, ha kommenteket írnátok, ha leírnátok a véleményeteket, a személyes tapasztalatotokat, és örülnék neki, hogyha te is annak a csapatnak lennél a tagja, akik elmondhatják magukról, hogy nekik mesei életképek nagyon nagy segítséget nyújtanak abban, hogy az élet gondjaival, problémáival önállóan király és királynő módjára tudjanak megküzdeni. Vállak vissza a következő videómra is.